Az túlzás lenne állítani, hogy izgatottan, inkább érdeklődve várták az érintett csapatok képviselői az MLS megyei igazgatóságán a Magyar Kupa megyei selejtezőjeként is funkcionáló megyei kupa negyedik fordulójának sorsolását. Négy együttes már biztosította helyét az országos főtáblán, a Gyulaháza Tarpa és a Csengersima Újfehértó mérkőzés tétje az, hogy melyik két együttes lesz ott a megyei döntőben, amelyet az elmúlt két évhez hasonlóan a kisvárdai Várkerti stadionban szeretne megrendezni az igazgatóság. Az az igazság, hogy csapatok igénylik és hajtanak azért, hogy egy ilyen szintű stadionba játszanak, ezért rendeztük az elmúlt két évben Kisvárdán, most is megköszönjük Kisvárdának a lehetőséget. Ebben az évben is szeretnénk, hogyha ebben a stadionban tudnák megrendezni, hiszen a megyénk legszebb stadionja a kisvárdai Várkerti stadion, de ez majd függ a stadion elfoglaltságától, mi mindenképpen arra törekszünk, hogy ott rendezzük meg ezt is. Csak egy példát mondjak ehhez, hogy miért van rangja ennek a dolognak így. Volt olyan labdarúgó, aki az idősebb korosztályba tartozik már, és azt mondta nekem még a második, harmadik kupafordulónál, hogy Jali bácsi, ha elintézi, hogy a kisvárdai stadionban lesz a döntő, mindent megteszek azért, hogy én még ott legyek. A Magyar Kupa 2023-24-es sorozatára több mint 30 együttes nevezett a Vármegyéből. A kis csapatok számára igazi futballünnepet jelent, ha az országos főtáblára kerülve egy élvonalbeli együttes láthatnak vendégül. Tarpának is nagy szó az, hogy játszhat országos főtáblán. Legutóbb volt olyan, hogy Diósgyőrt fogadta a Tarpa. Bízunk benne, hogy Tarpára tudunk olyan nívós csapatot vendégül látni, aki sok nézőt vonz. A négy említett csapat mellett még az Ibrány Nagyecsed és a Biri Gergelyi Ugornya párhaz győztese kerül fel az országos főtáblára. A mérkőzéseket május 10-én játsszák le. A továbbjutás egy találkozón dől el. Amennyiben 90 perc után döntetlen az állás, az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Azonos osztályban szereplő csapatoknál döntetlen esetén 11-esek döntenek a továbbjutásról.